Szűcs Lajos áll itt mellettem, aki egy hihetetlen nehéz mérkőzésen van túl. Ilyen körülmények között hogyan értékeled ezt a mai mérkőzést? Az igazság az, hogy nagyon nehéz volt nyernünk, mert játszolunk, mert 3-4 olyan játékosunk, aki eddig meghatározó volt, nem játszott. Sokan olyanok kerültek a csapatba, akik sérüléssel bajlottak. Gratulálok a Debrecennek. Én azt gondolom, hogy a Debrecenbe akármelyik csapat jön, senki nem jöhet biztosra azzal, hogy ponttal vagy pontokkal távozik. Azt gondolom, hogy a Debrecen megérdemelte nyert a bajnokságot. Köszönöm szépen, Lajos. Köszönöm. Hihetetlen fiesta és ünneplés kezdődik már itt a pályán. Története során másodszor bajnok a DVSC, a Debrecen, a Loki. A tavalyi esztendő után sikerül az ismétlés a piros-fehéreknek. Itt van a bajnok csapat 2005-2006. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyert egyébként a Debrecen, még akkor is, ha ők maguk is elismerték, hogy talán egy picit kevésbé játszottak jól és pontosan, mint a tavalyi esztendőben. De végül sikerült 68 pontot gyűjteni a Debrecennek. Ugye 30 mérkőzés alatt ez 20 győzelmet jelent. 8 döntetlen. Vereves József említette, hogy ez talán egy kicsit sok, és mindössze 2 vereség. Komlósi és Sándor Tamás. Komlósinak elszakadt a tércallagja. A 6. percben sérült meg Anglia ellen a válogatottban. A csapatkapitány és Subka Attila, aki most már kétszeres bajnok edzőként. Csernyászki, aki bekerült a válogatott keretbe is. Hihetetlenül nagy az öröm itt Debrecenben. Egy csapat, mely 1902-ben alakult, akkor még egyetértés futballklub néven szerepeltek. Aztán 1912-ben létrejött a Debreceni Vasutas Sportklub. És most már kétszeres bajnokcsapatról van szó. 3-szor nyertek egyébként bronzérmet a debreceniek. És megint indulhatnak majd a bajnokok ligájában. Hatalmas az öröm itt a stadionban. Talán nem is hittek benne egy picit a debreceniek. Abban hittek, hogy legyőzik a pápát, ez talán természetes. De abban, hogy a Fehérvár le tudja Péter, győzni... Hogy közbeszóljak, itt áll mellettem a győztes csapat, okay. A bajnok csapat edzője. Péter, gratulálok. Attila, ez egy fantasztikus mérkőzés volt, egy fantasztikus győzelem. Mit lehet ezek után mondani? A videóton megtette magáit. Valamit visszakapott a csapat abból, amit a bajnokság során balszerencsés módon elveszített? Hát én úgy érzem, hogy a sors igazságot szolgáltatott a számunkra, hogy azok a dolgok, amik ellenünk negatív értelemben jöttek, azok most visszajöttek ezen a mérkőzésen. Fehérvár segített nagyon sokat nekünk ebben, természetesen az utolsó mérkőzésen. De hát én azt hiszem, hogy ez a csapat, ez a Loki nagyon-nagyon megdolgozott ezért a bajnoki címért. 2 év a Loki élén, 2 bajnoki cím, lehet ezt fokozni? Hát ez nagyon csodálatos, és nagyon köszönöm a játékosaimnak, akikkel együtt dolgozhattam ez alatt a másfél-két év alatt, hogy ilyen teljesítményre voltak képesek, és hát én úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapatot alkottunk közösen a csapattal, a kollégáimmal, és én úgy érzem, mondom még egyszer, hogy megérdemelten lettünk bajnokok. Attila, engedlek ünnepelni, még egyszer gratulálok a bajnoki címhez, köszönöm. Kétszeres bajnok tehát a debreceni csapat. Körbe sétálnak a játékosok, senki nem megy haza a nézőtérről, szakadó esőben 4-1-re legyőzték a Lombard FC Pápa csapatát. Perceken belül elkezdődik itt az ünnepélyes díjkiosztó gála, ezt természetesen megvárjuk. Sándor Tamás, aki játszott a Beitar Jeruzsálemben, annak idején leigazolta őt a Torino. De végül igazi nagy sikereket itthon ért el. Kétszeres bajnokcsapat a debreceni nevelés, ő a csapatkapitány. És szerintem a következő idényben is látjuk majd. Halmosi, aki végül nem igazolt a Celtic, ez talán most nem bánja. Lesz még ideje, lesz még lehetősége külföldre igazolni Halmosinak is. Szidibe egy pillanatra, aki 15 gólt rugott. Ő a házi gól király. Tamás, aki a mérkőzés előtt nem akart nyilatkozni, most már azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy elmond erről a bajnoki címről a véleményedet. Mérkőzés előtt nem akartam semmit elkiaválni. Most azt hiszem, nagyon boldogok vagyunk, ez sokkal nagyobb bravúr volt így megőrizni a bajnok, úgy gondolom a bajnoki címet, mint ezelőtt megnyerni. Tehát nagyon boldogok vagyunk, örülünk és még örülni fogunk. Köszönöm szépen! Azt elhiszem, hogy örülni fognak a játékosok. Elvileg 18 óra 20 perckor kezdődne a tervek szerint az ünnepélyes díjkiosztó gála. Ahogy elnézem, a játékosok bemennek, szerintem száraz meszt vesznek fel. És közben persze mindenki nyilatkozik, mindenki örül, éppen Szidibe a képen, aki egyszer szeretne majd a szenegáli válogatottban is futballozni. Az biztos, hogyha a válogatott lesz, akkor elmondhatja, hogy játszott a magyar bajnok csapatban. Itt játszott, még egyszer mondom, ő a házi gólkirály Debrecenben 15 gólt szerzett.
Na ez a játékos kijáró. Lehet, hogy a játékosok bejöttek egy picit, hogy názanak teljesen bőrig. Itt az ünneplés. Elől Dombi Tibor, aki szintén játszott külföldön, a Frankfurtban, az Utrecht gárdájában. Aki szintén ő is debreceni, és most már kétszeres bajnok. Egyébként a legtöbbszörös válogatott egyébként a csapatból. 35-ször volt Dombi Tibor. Magyar válogatott. Hallgassuk egy kicsit ezt a hangulatot innen Debrecenből.